Kedves Corvini Dominik klubtagok, szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm a hatos csatorna nézőit is. A mai klubnapunkon, a mai értéktár programunkon Veszeli Ernővel ismerkedhettek meg. Egy olyan harmonika művésszel, aki lehet mondani, hogy handicappel indult a világba, mégis a világot sikerült meghódítania, hiszen a Budapest Ragtime Banddel évtizedeken keresztül járta a világot. Azt gondolom, hogy amikor fölcseperedik valaki, és szembesül önmagával, akkor egészen más életutat képzel el magának. Azt lehet olvasni a honlapodon, hogy gyengéllátóként születtél. Mikor tudatosult benned az, és hogyan tudtad földolgozni azt, hogy a látásodat teljesen el fogod veszíteni? Tulajdonképpen nem sikerült feldolgozni, mert azért nem sikerült, mert azok a dolgok, amiket láttam, tehát addig, amíg láttam, tehát zavar az, hogy az a világ, ami akkor nekem szép volt, az már nem szép. És azért nem tudom feldolgozni. Tehát én azt hallom, hogy a nap sem süt már olyan átlátszóan, kicsit áttetszőbb már a napsugárzás is, mint régen, hogy a zöld felületek sem már olyan szépek, mint akkoriban. Tehát gyakorlatilag engem frusztrál ez, hogy tehát a környezetvédelem szempontjából nem sikerült feldolgozni, nem lett a világ szebb, esetleg modernebb, de az, ami nekem faluhelyen gyerekkoromban szép volt és nemes, az miatt frusztrál az, hogy most nem látok. Viszont olyan dolgokat tudsz megláttatni, megéreztetni az emberekkel, olyan érzéseket tudsz fakasztani, ami mindannyiunk számára örömöt okoz. Nagyon hosszú utat tettél meg. Én készítettem egy lillás reggelit Veszeli Ernővel, az egy órás beszélgetés volt, azt érdemes lesz, mert a YouTube-on fönn van, rákattintotok, hogy lillás reggeli Veszeli Ernő, sok mindent megtudtok belőle. Most egy picit más szempontból fogjuk ezt a kis utat végigjárni. Egy gyengéllátó és egy vakemberrel beszélgetni, mert mindannyian mindig zavarban vagyunk. Mit és hogyan kérdezhetek? Bármit, bárhogyan. Nem olyan egyszerű ettől függetlenül, bár én magam is voltam egy ilyen szituációban, hiszen az egyik szememre 6 hétig, a másikra fél évig nem láttam egyáltalán, mert oltatlan mészporba estem, és anyukám még kétségbe voltak esve, hogy visszanyerem-e a szemem világát, sikerülnek-e azok a kezelések, műtétek, egyáltalán látó leszek, és anyukámék is azzal a gondolattal foglalkoztak, hogy ha nem nyerem vissza a szemem világát, amire minden esély megvolt, akkor zenészként kell, hogy éljek, mert a zenész az meg tud élni vakon is. Hogyan gondolkozol te erről? Emlékeznek, hogy én is uraim a Zolnai Zsuzsára, a színésznőre. Igen. Most a következő. Egyszer Básti Juninak meg a Puskás Tominak fiatalok, picik voltak a gyerekei, és amikor a Puskást kinevezték igazgatónak a centrál érére, akkor engem így meghívtak, hogy ott legyek velük, és ott a Zolnai Zsuzsa, és a következőt mesélte nekem, hogy egy ideig nem látott. Egyáltalán nem látott, és rengeteg haszna volt belőle, például autót vezet, és nem nézi a kezét, hogy hova tegye a sebváltóra, vagy bárhova, hova tegye a kezét, mert megtanult a kezével bánni. Tehát, hogy egy csomó mindent mesélt arról, hogy mennyi előnye származott, miután visszanyerte a látását, és a kezét használta továbbra is. Igen, hát szóval vannak ilyen érdekes dolgok. Tehát, hogy azért mindenben meg kell látni a jót, azt, hogy
hogy mondjam, észre kell venni a hasznos dolgot. Én amikor a vakok iskolájába kerültem, akkor egy csomó bajom volt azzal, hogy a kezemet hogy használjam. Erre 3 évig képeztek bennünket. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napon, tehát a mai, most már ugye 69 éves vagyok, de hogy mi most éppen egy alagút szindrómában szenvedek, a jobb kezemmel is, bal kezemmel is, de a kezem még sincs annyira kétségbeesve, mint lenne akkor, hogyha nem lenne a gyakorlat benne a kezemben. Ezt az alagút szindrómáról nem tudom, mennyire tudjátok, hogy milyen betegség, műteni kell. És az egy olyan művészembernek, mint te, akinek a keze, a hangszere együtt a saját hangszerével, az egy elég nehéz feladat. Most van is vele gondom, úgyhogy nagyon meggondolom, hogy mit játszok el meg innen, de szombaton műtenek. Akkor még pláne köszönjük szépen, hogy elfáradtál. Ugye az elmúlt alkalommal pont Covid-ban voltál, azért nem tudtál itt lenni velünk. Egyébként én rengeteget hallottam művész urat játszani, és egyszerűen virtuóz az a játék, amit hallhattunk tőle, nem véletlenül járta be a világot a Budapest Ragtime Band-del, de rengeteg fele muzsikált a világban. Szóval, mikor vetted először kezedben a harmonikát? 11 éves koromban, akkor kaptam karácsonyra. Vágytál rá, ismerted a hangszert, tudtál róla valamit, vagy pedig meglepetés erejével hatott? Én igazából minden hangszerre vágytam. Annyira vágytam, hogy az anyám időnként el is szégyelte magát, azt jól összepofozott, hogy mindenkitől kölcsön kérem a hangszerét, meg mit tudom én. De az igazság, hogy az úgy kezdődött, hogy én egy ilyen úri családnál voltam látogatóba, apám elvitt, hát akkor már nem volt új család, mert akkor ugye szocializmus volt, vagy mi, de lényeg az, hogy zongorájuk megvolt, és én egy kézzel elkezdtem a Cifra Palota című zongorát, tehát gyermekdarabot játszani, és egyszerűen csodálkoztam rajta, hogy én ezt le tudom játszani, hiba nélkül, és ott volt Sümeg község, város most már, ott volt egy vakkántor bácsi, aki azt mondta, hogy gyerekek, ennek a gyereknek az istenek vezetik a kezeit, ezt tanítsátok zenélni, mondta az apámnak, és hogy tényleg aztán így bekerültem a vakok iskolájába, és ott egyből elkezdtem tanulni, de ment is, meg szenvedélyem volt. Tehát engem igazából az olvasáson és a zene tanuláson kívül semmi, de semmi nem érdekelt. Említetted az előbb, hogy egy zárt világban voltatok bent az intézetben. Egy védett, óvott közösségben. Igen, igen. Ez a közösség mennyire tud összetartani, vagy mennyire tudott összetartani utána benneteket? Tehát amikor én teljesen megvakultam, akkor végül is ez engem annyira tudott összetartani, hogy meg se éreztem, hogy most én bennem egy ilyen minőségi változás állt be, mert egy levegőt szívtam a többiekkel. Tehát, hogy tudtam, hogy nem vagyok, illetve hát ott nem voltunk különbek egymásnál. Hát azért ilyeneket éltem meg, hogy ült mellettem az osztályterembe egy srác, aki paralízisbe szenvedett többek között, és akkor én egyszer csak jött egy nevelőnéni, hogy hoz egy tejás kanállal nekem szabincseppet, és akkor azt mondja nekem a gyerek, hogy fél évet késtem. Tehát, hogy ő fél évet késett. Tehát, hogy érted, szóval voltak ott ilyen
Megrázó. Megrázó dolgok, de az a helyzet, hogy azt kellett rámondani, hogy bakfics, mert nem tudtunk mit mondani, nem tudt, érted? Szóval, hogy mit tudom én azt, hogy én ezt a Facebookon egyszer le is írtam, ami mindig akkor jön rám ez a megvakulási dolog, amikor a december 8-a szombatra esik valahogy, akkor ez valami olyasmi volt nálunk, hogy mit tudom én, mint egy gyárba, egy esztergályos, hogy véletlen levágja az egyik ujját, és azt mondja, hogy a szentség itt neki. Levágtam az egyik ujjam, érted? Szóval, hogy ez ilyen, hogy megvakultunk, és kész. Tehát ezzel már nincs mit segíteni. Biztál valaha abba, hogy az orvostudomány fejlődik annyira, hogy vissza tudod nyerni a látásodat? Nem. Nem is olvasol ilyen publikációkat? A Facebookon mindig küldenek valamit. Most például, hogy valahogy próbálnak ideghártyát előállítani őssejtekből, vagy valami ilyesmikből. Hát nem fogom már megérni, de én abban sem hiszem, hogy egy olyan ember, aki tartósan megvakult, tehát akinek az ideghártya, a szemideg látóhártyái nem működnek, hogy azok újra fognak működni. A ló is azért vakul meg a bányába, mert nem a sötétben nem tudja az ideghártyáját használni, és nyilván minden, ami elsorvad, az soha többet nem éled újjá. Viszont a kezed az újjá éled. Hát az persze, az biztos. Tehát én nem félek ettől, csak most már jó lenne túl lenni rajta. Mesélj nekünk egy kicsit a Budapest Ragtime Bandes évekről. Na most, ha bekerültem Budapest Ragtime-ba, volt ez a 180-as csoport, biztos emlékszel rá, ez egy zenekar volt, akik mind 180 centi magasak voltak, és ezek engem megtaláltak egy csákvári kocsmába, mint zenészt, és azt mondták, hogy hát a Budapest Ragtime-nak kéne egy pont ilyen jó zongorista, mint te vagy. Hogy mit szólnál, hogyha összehoznánk, és akkor összehoztak. És akkor én tőlük elkezdtem sokat tanulni. Szóval kezdve attól, hogy ha késtem, azért keményen megdorgáltak, és rájöttem, hogy nekik van igazuk, mert hogy ha én, tehát másik 8 ember munkáját teszem azzal, tönkre, hogy kések, hogy nem veszek részt. Egyébként azért is szálltam ki a zenekarból, mert nem szerettem ragtime-ot játszani. Én nagyon jazz rajongó voltam, és hát ilyen. És mondtam nekik, hogy gyerekek, én megpróbálok most már ilyen szólistaként, meg ilyen. És akkor így egyszer csak észrevettem, hogy a harmonika, mint hangszer elkezd fejlődni, de kegyetlenül, tehát, hogy tényleg sok féleképpen fejlesztették ezt a hangszert, és akkor elkezdtem egyedül játszani, elkezdtem, sokat voltam külföldön, tehát én külföldi jazzbandákban játszottam harmonikával. Van egy híres gitáros zeneszerző, George Benson, az azt mondta nekem, hogy abban ne hagyjam, mert így nem játszik senki ezen a világon. Szóval, hogy ebben egyéni vagyok, és egész biztos, hogy viszem valamire, és igaza is lehet. Szóval ez így volt.
Mennyire jelentett neked nagy dolgot a világjárás? Hát a világjárás az... Érted, mire célzok? Igen. Egyfelől nem jelentett sokat, mert nem voltam, tehát nem voltam egy turista hajlam. Tehát, hogy az egyik feléből nem vettem ki a részem, tehát nem mentem csavarogni, turistáskodni, de viszont az, hogy mit tudom én például Amerikában, ott, hogyha valaki kiült zenélni, mint utca zenész, az akkor olyan zseniális zenei tudással bírt, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogy valaki nagyon tudott zenélni, és azt képzelem róla, hogy ez bármelyik pillanatban bekerül egy stúdió zenekarba, vagy egy session zenekarba, vagy egy Carnegie Hallba, vagy egy szimfonikus zenekarba, az nagy tévedés. Az lehet, hogy egész életében az utcán játszik, de rohadt jól. Tehát, hogy valami miatt nagyon nagy zenei tudással és sok mindenféle tudással bírnak ezek az emberek. De ugyanakkor nálunk sajnos ez nem így van, és ez engem zavar. Azon kívül zavar az, hogy Magyarországon nem lehet jókat utcazenélni. Szóval az is zavar, nem azért a pénz keresett miatt, hanem a felszabadultság miatt. Tehát, hogy mondjam, ez az, hogy leülsz, játszol, és hát ha akarnak, adnak pénzt, ha akarnak, nem adnak pénzt. Csak az a lényeg, hogy álljanak körbe, tapsoljanak meg, érezzék jól magukat az emberek. Tehát, hogy mennek melózni, és legyen egy 5 percig, amire megállnak, és azt mondják, hogy ez tök jó volt. Szóval ezért gondolom, hogy ez kellene az embereknek az utcán. És volt a 90-es években még különböző embereket, láttam a Vörösmarty téren is, akik ilyen poharakat fölhangoltak vízzel, és akkor játszottak rajta meg. Ezeket én nagyon élveztem, és akkor meg én is játszottam utcán, tehát többek között a Fiala János szedett rá rettenetes módon, hogy téli kabátokat szerezzünk már hajléktalanoknak, meg mit tudom én. Szóval csináltunk ilyeneket, én benne voltam ilyesmibe bőven, de mondom, azért vagyunk. Például mondok egy egyszerű példát, Ausztria. Ausztriában, mit tudom én, fogod magad, és nincs pénzed, és akkor elmész Mária Hilfer Strasszéra, hogy egyet zenélsz. Erre jön a rendőr, és azt mondja, hogy elkísér egy helyre, ahol befizetek egy, mit tudom én, akkor 50 shilling volt, mit tudom, valami ilyesmi. És akkor utána egész nap a tiéd, akkor ott zenélhetsz. Tehát nem, a rendőr kísér el oda, ahol megváltatod magadnak a helyet, több zenéj. Tehát hol vagyunk mi ettől? Tehát, hogy ezek csak ilyen egyszerű emberséges dolgok. Azon kívül az, hogy valaki csak úgy zenélhessen, az a szabadságnak az egyik olyan magas foka, ami mindenképpen kijár egy embernek. Az utcazenélésről a koncerttermekbe ugrunk egy nagyot,
hiszen rengeteg, és ez az utolsó kérdés, mert rengeteg olyan koncert élményben volt részed, a Cserháti emlékkoncerttől kezdve sorolhatnám, fönn vannak az oldalon elolvashatóak. Melyik az a zenei élményed, vagy az, amit magadnak csúcspontnak tartasz a zenei pályafutásodon? Münchenben játszottam egy jazzklubban, és ebben a jazzklubban éjféltől reggel 5-ig játszottunk, és tulajdonképpen az volt a lényege, hogy ha véget értek a koncertek Münchenbe, akkor odajöttek a zenészek, és hogyha volt kedvük, akkor jam session-tek egyet. Tehát, hogy elkezdtünk közösen játszani. És egyszer hallok egy gitárhangot, és volt egy magyar basszusgitáros velem, és mondja neki, te figyelj, ez úgy gitározik, mint a George Benson. Azt mondja, igen, mert az. És akkor én összebarátkoztam ezzel a Benzonnal. Ő tanított meg rákot, hogy kell rákot tenni például. De majdnem egy hétig volt velem, és akkor ettem végre már, nagyon vártam, hogy milyen homár tenni, mert ez egy olyan étterem volt, tudod, ahol a falból, tehát megnyitott egy vízcsapot, és akkor folyt a tejszín, amit záne, érted? Szóval az ez hihetetlen, de szóval, hogy mondjam, amikor Szegeden volt a Benzon először Magyarországon, akkor bizony rajtam kívül nem engedtek oda be senkit, egy darabig. Tehát ott nekem ott végigmutatott mindent, hogy milyen hangbeállás, milyen módszerrel, milyen... Nagyon sokat tanított ott nekem, meg tényleg én érzem, hogy éreztem, hogy ő jó barátságot ápol velem, és ő engem őszintén tisztel, és azzal, amit csinálok, azzal ő engem megbecsül. Mi pedig megbecsülünk most téged egy hatalmas tapsal, Veszeli Ernő. Thank you.
Az Értéktárprogram a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával valósult meg.